László Trassani. Így jelentette be az Európai Bizottság elnöke szeptember elején, hogy a korábbi magyar igazságügyi miniszternek szánja a bővítési és szomszédságpolitikáért felelős uniós posztot. Csütörtökön azonban az EP jogi szakbizottsága úgy szavazott, nem támogatja, hogy az Európai Parlament külügyi bizottsága meghallgassa Trócsányi Lászlót, mégpedig ügyvédi irodájának állami megrendelései miatt. A magyar kormány álláspontja szerint a döntés egyértelműen azt üzeni, hogy az EP bevándorláspárti képviselői nem tűrik el, hogy az új bizottságnak egy olyan tagja legyen, aki igazságügyi miniszterként szolgált a magyarországi határkerítés megépítése és a határ lezárása idején. Trócsányi László közleményben reagált a döntésre, amelyben azt írja, a zárt ülésen a hozzá feltett minden kérdésre transzparens választ adott összhangban a már korábban benyújtott dokumentumokkal. A korábbi miniszter szerint ügyében politikai döntés született, amellyel szemben a szükséges jogi lépéseket megkívánja tenni. Szent Ivány István külpolitikai szakértő, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Engedje meg, hogy mielőtt elkezdünk beszélgetni a politikai vonatkozásairól, elemezzük azt, ami történt. A tények iránti mélységes tiszteletem miatt hadd kezdjem a beszélgetést a tegnapi Trócsányi elutasítás lényegével, az összeférhetetlenség kérdésével. Megnevezem a forrást, a Népszavából fogok idézni. A Népszava kereste kormányt, de lapzártáig nem kapott választ arra, hogy Trócsányi nyilatkozata szerint 14 és 19 között a Nagy és Trócsányi ügyvédiroda visszautasított minden új kormány megbízást, csak a korábban meglévőkkel dolgozott, ezt mondja ugye a korábbi miniszter. Ezzel szemben a Népszava a korábbi, már napvilágot látott információkra hivatkozva azt mondja, hogy a miniszterelnökség 18 augusztus közepén szerződést kötött az ügyvédirodával, hogy egy paksi bővítésről szóló perben a magyar kormányt képviselje. És továbbá jogi tanácsadást is adjon a miniszterelnökségi vezető miniszternek. Ami biztos, hogy a szerződés idején Trócsányi igazságügyminiszter volt. Köszönöm szépen, hogy ezt megvárta. Ez csak amiatt, hogy ugye amiről beszélünk, az összeférhetetlenség, az vajon létezik vagy nem. Nézzük akkor a politikai vonatkozásait. Szóba jöhet-e bárki Trócsányi helyett, vagy kitart mellette akár a magyar miniszterelnök, akár a bizottsági elnök? Megteheti a magyar miniszterelnök, hogy kitart, nem kötelezhető arra, hogy új jelöltet küldjön be, de nem tenni jól, ha kitartana, és szerintem nem is fog. Hogyha a von der Leyen asszony azt fogja kérni tőle, hogy cseréljen, akkor azt gondolom, hogy cserélni fog. Mert ezzel azt veszélyeztetné, hogy az egész bizottság elbukik. Ugyanis október 23-án egységesen fognak szavazni a bizottságról, tehát ha egy jelöltöt nem fogadnak el, akkor az egész bizottságot elutasítják, és azért az egy olyan botrány lenne, amit most Magyarországnak vagy a magyar kormánynak nem kéne magára vennie, mert nincs éppen abban a helyzetben, hogy egy ilyen botrányt bevállalhasson. Helyezzük kontextusba, ilyenfajta elutasítás történt korábban is, történt most is. Igen. Egy néppárti és egy szocialista, a román jelölt bukott egyelőre el. Igen, pontosan ez történt, tehát hogy éppen ezért nagyon kérdéses az az érvelés is, hogy a bevándorláspárti erők akadályozták meg, hiszen a román jelöltet is megakadályozták, akinél ez föl sem merül, ez a bevándorláspárti motivum, hiszen a román kormánynak ilyen álláspontja nincs. Ha már ott egy 800 ezer eurós hitel. Igen. Elfelejtett bevallásáról. Bevallásáról van szó, tehát mindenképpen az Európai Parlament jogi bizottsága problematikusnak találta. Még lehetséges az, dönthetnek még úgy, hogy még egyszer oda küldik a bizottság elé, ha Trócsányi meg tudja győzni von der Leyen asszonyt, hogy neki erős érvei vannak arra vonatkozó, hogy nem áll fönn ez az összeférhetetlenség, ugye ő tegnap is ezt nyilatkozta a bizottság meghallgatása után, de én nem gondolom, hogy más lenne a végeredménye annak a meghallgatásnak. Tehát ilyenkor azért logikusan felmerül a csere, hogy cserélni kéne. Vannak is nevek, amiket lehet hallani. Ugye? Mondjon párat a nézők. Hát én is csak azért ilyen folyosó híreket tudok, tehát Dajcs Tamástól kezdve Győri Enikőn át Járóka Líviáig sok minden név fölmerül, vagy több név is fölmerül. Valószínűleg Győri Enikő lenne szakmailag erre a legalkalmasabb. Ő diplomata is volt, ismeri a témát, volt európai államtitkár is. Tehát szerintem szakmailag ő a legalkalmasabb. Ha azonban Orbán Viktor egy jót akarna húzni, most magunk között szólva, bár nem akarok tanácsokat adni, akkor Járóka Líviát jelölni. Járóka Lívia volt az, akivel kapcsolatban azt is mondták a parlamenti körökből, hogy nem is tudták, hogy fideszes, de olyan széles az elismertsége. Igen. És a munkája iránti tisztelet, hogy fel sem merült, hogy őt... Így van, tehát neki nagyon sok előnye van. Ugye a roma stratégiát ő dolgozta ki, ő az arca. Történelmet írna a bizottság vele, mert még roma
biztos soha nem volt. Nem volt roma biztos? Nem volt. Ő lenne az első, amennyiben őt jelölik. Egész Európában? Egész Európában, és ez végig is 10-valahány millió embert képviselnek. Tehát mindenképpen ez egy józás, szerintem javítaná is az imázsát a magyar kormánynak, amire éppenséggel nagyon is rászorul az ő jelölése. Tehát én nem akarok lobbizni mellette, csak azt gondolom, hogy ő lehetne az a jelölt, akit gond nélkül elfogadnak, mint hogy gond nélkül a parlament megszavazta a parlamenti alelnöki posztra is. Míg az összes többi fideszes képviselő, hát ugye veszőfutást fut mostanában. Egyébként Járóka Olivia roma biztos magyarországi romákat képviselő munkájával kapcsolatban sok kritikát is kapott az ember. Nyilván, természetesen, de mégiscsak az ő nemzetközi imázsa az az, hogy komoly kormányzati megbízatás, tehát volt roma biztos, de nem volt miniszter, vagy államtitkár, vagy befolyásos kormánytag, tehát nem kötődik ilyen. Nem volt a nemzeti együttműködés rendszerének része hazai poszton. Így van, hazai poszton, és hát nagyon régóta az Európai Parlamentben dolgozik, azért azt is tegyük hozzá, hogy az európai parlamenti képviselőknek is maguk felé hajlik a keze. A legtöbb képviselő álmaiban ott van, hogy nagyon szeretne biztos lenni, tehát általában támogatják azokat a képviselőtársakat, akik erre a posztra jelölnek. Ugye Trócsányi Sete másmilyen csak most lett képviselő, de Járóka Olíviának egy hosszú múltja van az Európai Parlamentben, tehát szerintem ez egy jó húzás lenne, de nem látok Orbán Viktor fejébe, tehát nem tudom, hogy ön mit gondol. Azt hiszem, hogy erről most nehéz volna bármi többet beszélni, nem sokára fogunk. Hát kérdezem egy másik dologról. Megint jön Putyin, orosz elnök, október 30-án. Mi lehet a látogatás célja? És amellett, hogy azt érdemes leszögezni, hogy az nem ördögtől való, hogyha jó Magyarország és Oroszország viszonya, ön szerint mit nyert ezen, hogy elég szoros a két ország viszonya az ország, és mit nyert ezen a kormány az elmúlt években? Én úgy gondolom, hogy önmagában az, hogy a Magyarország és Oroszország között jó a viszony, az nem problematikus, és hogy gazdasági kapcsolatok vannak, az teljesen rendben van. Itt azonban az a probléma, hogy ezek politikailag is nagyon szoros kapcsolatok. Mm. És azért itt ez már probléma, mert Oroszország legkésőbb 2014-től kezdődően kifejezetten kihívóként jelentkezik, úgy nevezik, hogy revizionista hatalom, tehát fölül akarja bírálni azt a rendet, amiben élünk. Ugye ez Krím elfoglalásától kezdve az ukrán konfliktuson át, sok minden kérdésben, ezért az Oroszországgal szoros kapcsolat az nagyon is káros Magyarország nyugati kapcsolataira nézve, mert egyre inkább úgy tekintenek Magyarországra, mint ami Oroszország érdekeinek a kijárójaként is szerepel. Nehéz ugye ez a politikai kapcsolat szorosabbra vonódása gazdasági kapcsolatok erejével párhuzamban, hiszen Németországnak például az északi áramlat 2-vel is elég szoros a kapcsolat. De igen, de ennek ellenére nincs ennyire szoros személyes kapcsolat Angela Merkel és Putyin között. Hát ugye múltkor egy kimutatásban lehetett látni, hogy kivel találkozott legtöbbet Orbán Viktor, és ez pontosan Vladimir Putyin volt. Aztán Erdogánnal, aki szintén jönni fog egyébként. Tehát... Ezek, amiket most mondott, igaz az, hogy NATO tagországként Magyarország kockázatot jelent, nagyon fontos NATO információk hozzáférésével, az orosz kapcsolatok miatt? Ez mindenképpen fölmerül, és lehet ilyen véleményeket olvasni a nemzetközi sajtóban, hogy bizony már aggódnak Magyarországon, és nem is osztanak meg minden információt, mert úgy ítélik meg, hogy ezek a kapcsolatok olyan szorosak, hogy innen szivároghatnak információk. És ugye itt van ez az új orosz banknak a Budapestre telepítése, ez is nem csak az amerikaiakat zavarja, de azért az európaiak számára is kérdéseket vet föl, hogy egy olyan bank, aminek hát nagyon egyértelműen KGB-s kötődései vannak, az mit keres Budapesten, és hogy milyen különleges privilégiumokat kapott. De örülök, hogy ezt említette, ha már a tények tiszteletével kezdtem, attól még, hogy egy elnök gyakran jön egy ország miniszterelnökéhez, az még semmilyen gyanút nem alapoz meg önmagában, de annak a banknak nagyon-nagyon konkrétak a felvetődő súlyos kritikái. Igen, azért hát tegyem hozzá, hogy az, hogy gyakran jön az önmagában nem, de az, hogy ott mi hangzik el, azért az igen. És arról nem tudunk semmit. Igen, de azért a sajtótájékoztatók után egy rendkívül szívélyes légkörrel árulkodnak. Tehát amikor mondjuk Angela Merkel és Putyin találkozik, akkor ott mindig felmerülnek vitás kérdések. Tehát elmondja, hogy kötelességszerűen, hogy problémátnak tekintik Krim megszállását, problémának tekintik az Ukrajnában végrehajtott agressziót. Itt semmi ilyesmiről nem tudunk, itt csak azt halljuk, hogy minden a legnagyobb rendben van. Hogy pontosan miről lesz szó, azt nem tudjuk. Hát Paks körül még mindig vannak elvarratlan szálak, szerintem az benne lesz a tárgyalásokban. Állítólag az orosz fél hiánytalanul határidőre teljesített a korábbi megállapodásokat. Ezt nem tudom megítélni, mintán annyi minden titkos a Pakssal kapcsolatban, hogy nem látunk tisztán, hogy pontosan mi a helyzet. Na ez a másik, a sok-sok titkosság. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen.